Egy zenész, aki Lionel névvel született, de 3 éves korában átkeresztelték, mert senki nem tudta kimondani a nevét. Egy énekes, aki rosszul van a csokoládé szótól. Kalocsán született. 5-7 évente szereti felborítani az életében lévő státuszkót, diplomás közgazdász, bár ez az életében mindig is csak mint B-terv szerepelt, hisz gyerekkorától kezdve a zene élteti, talán szó szerint. Üdvözlöm a nézőket, Gurány Árpád vagyok, és a Fontos Ötös című műsorunk első interjú alanya nem más, mint a Leander Kills énekese, zenésze és frontembere, Köteles Leander. Egy ember, 5 tárgy és számtalan emlék. Üdvözöllek! Hello! Ugye a műsor tematikája szerint 5 tárgyat kértünk tőled, mivel első műsorunk, ezért a nézőknek is körülbelül elmondom, hogy akkor mi is ez a tematika. Ugye 3 tárgyat a múltadból, de 3 olyan tárgyat, ami valamilyen jó lesőérzést vált ki belőled, vagy egy jó élményhez kapcsolódik. 1 tárgyat szintén a múltból, viszont itt már fordított a történet, tehát amit legszívesebben otthon hagynál, amihez valami rossz élmény vagy hasonló köthetőek, és ugye 1 tárgyat a jövőből, ami még úgymond nem létezik, de ha társítanod kellene egy nagyon jó élményhez 1 tárgyat, ami még nem történt meg az életedben, akkor azt kellene majd így idehozni. Ugye meg volt az a lehetőség, hogy amennyiben a tárgyak nem állnak rendelkezésre, nem léteznek, vagy túl nagyok, akkor nem kell elhozni valahogy majd máshogy bemutatjuk, viszont látom 3 tárgyat el is hoztál hozzánk, de rögtön azzal kezdeném, hogy több interjúban is elmondtad már, hogy az életedben 4-5 évente borítod a státuszkót, és új alapokra helyezed. Na most, ilyen személyiséggel mennyire fér bele az, hogy tárgyakat megőrzöl, azokat viszed magaddal tovább az új életedbe, vagy azokat is dobod ki? Általában csak a hangszereket. Azokat én a legtöbb zenész ellentétben még életemben egy hangszert sem adtam el. Tehát amit én hangszert megszereztem, az mindig nálam maradt. És így van egyébként most már 13 gitárom, meg a többi cucc, és az az egy, amit mindig viszel, a többiről, mint szívesen lemondok. Tehát akkor, ha jól értem, ugye úgy fogalmaztál, hogy valahogy azt érzed 4-5 évente, hogy új alapokra kell helyezned az életet, pedig ha jól emlékszem, úgy is nyilatkoztál, hogy legtöbbször nincs rá szükség. De mégis van egy belső késztetés. Ez inkább csak sajnos 28 éves koromig volt így, tehát 7, 14, 21, 28, ez így kb. Ki is jön, mindig iskolát váltottam, országot csak egyszer váltottam, és mindent ott hagytam, a zenekaromat és amit kellett. Az elmúlt 14 évben sajnos az utolsó az elmaradt, pedig szükség lett volna rá, úgyhogy most majd egy nagyobbat lépek egy 2-szer akkor, hát már eltelt 14 év azóta. Mert hát most leszek 38, azt hiszem, vagy valami ilyesmi. És készülsz is rá? Azt hiszem, fel kéne nőnöm, úgyhogy erre készülök. Tehát, hogy kicsit sokáig toltam a fiatalkort, úgyhogy most már felnövök. Tehát akkor a következő új alapokra helyezés az jóformán már talán megfontoltabb lehet? Igen, mindenképpen. Mindenképpen, tehát ahogy a zenében is, ahogy mondtam, múlt héten adtam le az utolsó lemezt, nekem meggyőződésem, hogy ez volt az utolsó dühöngős metállemez, mert egyszerűen már nem lesz tőlem hiteles, és nem is érzem már azt a dühöt magamban, amit eddig éreztem. Tovább is éreztem, mint kellett volna. Igen, úgy fogalmaztál egy helyen, hogy a metal az a nagyon erős műfaj, ahol te is ki tudod magadból adni, és ahol a résztvevők is, az emberek is talán azért halhatatlan a rock, mert a legelementálisabb erejű. Így van. Viszont akkor miért szeretnéd magadban visszafogni, vagy miért történt meg az, hogy már más stílusban szeretnél énekelni, amennyiben más stílusban szeretnél? Én azt gondolom, hogy továbbra is maradok ennél a tökös rockzenénél, csak azt az élét akarom elvenni, tehát már nem is nagyon bírom másfél órán keresztül rekeszizomból végigvölteni egy koncertet, úgyhogy csak az élét akarom visszavenni, a nagyon nagy keménységét, mert erre már nincs többé nekem szükségem, és növöm kifelé. És mi váltotta ki ezt a nagy változást? Hát valójában én ezt lassan 12 éves koromata hallgatok, mert tehát 26 év mérgezésem van, mindent hallottam metálval, és egyébként maga a műfa is megfenek lett, tehát most semmi új nincs ebbe, ami bármilyen szinten meghatározza ezt a műfajt, és én is kilőttem. És volt valami kardinális pont,
ami rádöbbentett, hogy akkor ezt meg szeretnéd lépni? Az, hogy 2 éve nem hallgatok zenét. Tehát, hogy csak metált hallgattam, vagy ambient zenét, ez a 2 létezett nálam, és most már semmilyen szinten nem hallgatok zenét, mert telítődtem. Tehát most már innentől csak írni fogok, és valószínűleg soha nem hallgatok többé zenét. Hú, ez azért, én most egy kicsit ledöbbentem, mert ugye amikor felkészültem belőled, akkor hát ugye ilyen információmorzsákat találtam rólad, hogy az volt az első szavad, legalábbis az első mondatot, hogy kapcsold be, mert folyamatosan zenét hallgattál. Igen. És még apukád is nyilatkozta, hogy te nagyon sokszor eltűntél, és csak hallgattad a zenét. Te is nyilatkoztad, hogy a legtöbb napodban volt egy olyan rész, amikor 2-3 óráig hallgattad a zenét. Na, ehhez kapcsolódik mondjuk ez a fülhallgató dolog, de nem csak ez, hanem bármilyen fülhallgató, majd ez... De ha kapcsolódik, akkor most nézzünk is rá. Hogy akkor a fülhallgató, látom is, hogy hoztál, akkor mit szólsz, hogyha az első tárgyat megnézzük, ha már kapcsolódik a történethez? Jó, oké. Jó? Akkor... Okay. Akkor ez semmi, ez csak egy fülhallgató a sokból, és ezt igazából a fiatal generációnak szeretném elmagyarázni azt, hogy én mekkorát hibáztam, és ők ne hibázzanak ekkorát, mert való igaz, hogy napi 3 órát hallgattam zenét, max hangerőn. Tehát, hogy ami a csövem kifért, legalább 105 decibelem. A fülhallgatóimat is egy idő után úgy keresem, hogy a legkisebb ohm ellenállása legyen, tehát a leghangosabb legyen. Uh-huh. És ennek lett egy olyan következmény, ami sok zenésznél megtörténik, hogy valahol közép-magas tartományban 4000 Hz-nél lett egy ilyen 35-40 decibeles halláskárosodásom, tehát az emberi beszédet úgy nagyjából félig nem hallom. És ennek lett egy még rosszabb következmény, és ezért szeretnék a fiatalokhoz szólni, hogy ez a nagyon hangos zene ki tudja nyírni a hallószőröket, ami aztán az amigdalába közvetít egy jelet, és az agy generál egy színusz jelet, amit úgy hívnak, hogy tinnitus, hogy mivel nem hallja azt a hangot, ezért megkreálja magának, és hát emiatt 2 éve van egy iszonyatos krónikus fülsípolásom, és csak szólni szeretnék a fiataloknak, hogy ne hallgassanak nagyon hangosan zenét. És ez visszafordíthatatlan? Ez az. Ez a halláskárosodás, és ez is. Nem olyan vészes dolog, ez sok mindenkinek van, és egyre több mindenkinek lesz a modern világ miatt, és együtt is lehet ezzel élni, csak ha az ember emellé még szorongó típus és kényszeres, akkor ez egy nagyon rossz kombó, de 2 év alatt eljutottam arra a pontra, hogy most már együtt tudok vele élni. Uh-huh. Mindenkinek van alapvetően egy pici kis fülsípolása, ha bemegy egy csendes terembe, hallja, csak hát az enyém az gyakorlatilag majdnem arra a hangerőre jutott, ami beszéd hangerő. És ez így marad, majd megszokom. Pedig ilyen pillanatban is akkor hallom. Mindig. Mindig. És fogom is életem végéig. Uh-huh. De ez a legtöbb zenészre jellemző, de általában való inkább 40-50 éves kornál. Ja, mert a színpadon is iszonyatos hangerőt kapunk. Amúgy. Ez ennek valamiért hálás is vagyok, mert ez egy ilyen stresszméter lett. Uh-huh. Ez a tinnitus dolog, mert a mentális állapotomat jelzi. Ha nagyon zavar, az azt jelenti, hogy mentálisan nem vagyok rendben, és segít abban, hogy akkor most csináljak más, koncentráljak másra, foglalkozzak magammal, amely nagyon jó vagyok, még meg is nyugtat a hangja. Igen. És stagnál ez a dolog nálad? Tehát, hogy nem, állandó. Folyamatosan romlik? Nem fog romlani. Romlani azt hiszem nem fog, de mindig hallom. És uh-huh. ez itt van. És nem olyan nagy baj. Csak hát szólni szeretnék a fiataloknak, hogy ne hallgassatok olyan hangosan zenét. Tehát ha jól értem, akkor ez a tárgy, akkor pont nem a múltadból a jó élményeket hozza erő? De, mert imádtam zenét hallgatni nagyon hangosan. Uh-huh. És engem az nyugtatott meg, arra aludtam el, hogy iszonyatos hangerőn metálzenét hallgattam, és levitte az agyamat, és zsongott a fejem. Most már vágynék a csöndre, de többé nem lesz, úgyhogy de nincs ezzel gond. Én választottam ezt a szakmát. Akkor ez igazából, bocsánat, hogy a szabadba vágok, de akkor ez a jó. Jó is, és rossz is. Jó is, és rossz is. Igen. És így is hoztad? Hogy a kettőt együtt vette le? Amúgy igen. Igen. Aha. Nagyon érdekes. Pont a bemutatkozó szövegben benne is van az, hogy talán a zene is éltet téged, és most pont erről kell, ha nem is lemondanod, de valahogy átalakítanod az életed. Hogyan visel meg, vagy épp nem visel meg? Már hogy micsoda? Az, hogy ugye egész eddig a zene éltetett, órákat töltöttél naponta, viszont pont ezt szeretnéd átalakítani az életedben. Hát most már nem hallgatom, hanem csinálom. Hát, csinálod.
és még többet csinál. Tehát, hogy most, hát volt ez a Covid ügy, ez a 2 éves bezárás, és én ott teljesen leálltam, és utólag jöttem rá, hogy mennyire fontos volt nekem az alkotás, és ez hozott most ki ebből a 2 éves bezárságból és szorongásból, hogy megcsináltam az utolsó lemezünket, ami iszonyatos feltöltődést adott nekem, és most leadtam, kimerültem, elfáradtam, és már jár az agyam a következőn. És azt mondtad, hogy akkor szeretnél műfajt váltani, de legalábbis kicsit visszább fogni a hangerődet, ha jól értettem. Igen. És akkor milyen lesz az új Leander? Nem nagyon fogok tudni kilépni a saját bőrömből, tehát hasonló lesz, csak kevésbé kemény, kevesebb üvöltéssel. Na most ez egy szakmai dolog, mi Droglis fele vagyunk hangolva, ami egy iszonyat mély tartomány és nagyon gonoszan szól, és visszamennék egy kicsit standardabb hangolásba, ami kicsit magasabb, több életerő van benne valahol, mondjuk drop C-re vagy drop D-re. Összeszedettebb lesz. Kevésbé kaotikus és kevésbé agresszív. Mert azt már kiéltem. Említetted a zenénél azt, hogy pluszban, ha valaki még szorongó és beforduló típus, ezt magadra is értetted? Igen. Én nem tudtam arról, hogy valójában ilyen generalizált szorongásba szenvedek, mert erre a Covid hozta fel a figyelmemet, mert 2 évig otthon föl-alá mászkáltam, és vagy egy. És ott jöttem rá, hogy ugyanezek az energiák vannak akkor, amikor számot írok és alkotok, az is egy szorongás, csak ez egy nagyon pozitív. Ott is föl-alá mászkálok, mint egy mérgezett egér. Pont beszélgettem valamelyik ismerősömmel, hogy napi 10 000 lépést tesz meg és gyalogol, és megnéztem a telefonom, én is, csak otthon a lakásban. Úgyhogy igen, de tele vagyok energiával, ennyi. Igen, tehát ha jól értem, akkor eddig ezt szöveg meg zeneírásba fektettem. Így van, elhasználtam, nem használtam el, és most újra jutottam arra pontra, hogy égetem az energiámat, ahol lehet. Uh-huh. És említetted, hogy amikor rájöttél, hogy belül hallod a zenét, azt szeretnéd megírni, mert ugye mondtad, hogy kottaolvasásba diszlexiásnak tartod magad, de hogy szeretted volna kiadni azt a zenét, amit hallasz, ezért ugye elkezdtél több hangszeren is megtanulni játszani, amíg hatást nem érsz el a hallgatóságnál. Tényleg jól utánam néztél. Hát, szerencsére találtam is róla anyagot. És pont azon gondolkodtam, hogy vajon az életedben mennyire használod azt az energiát, az adrenalint, amiről egyszer úgy fogalmaztál, hogy megírod a szöveget és a zenét, majd szükséged van arra, hogy ezt kiad magadból, és a visszajelzés, amit kapsz a közönségtől, azt ugye beleteszed a következőbe. Hát gondolom a legtöbb művész azért így működik. Igen. De a te életedben ez mennyire fontos, mondjuk a hétköznapokban, hogy ezt az adrenalint valahogy megkapd, vagy abból tudj táplálkozni? Azt gondolom, hogy nekem ez a legfontosabb, mivel nem is foglalkoztam soha mással életemben, csak a zenével, és tényleg így van. Az én elméletem az, hogy én nem úgy írok zenét. A legtöbb hangszeres zenész az úgy szokott dalt írni, hogy ott van maga előtt a gitár, és amit jól esik játszani, ami kézre jól esik. Én fordítva, én először hallom, és aztán elkezdem leszedegetni, hogy mit hallok, és azt írom meg. Nekem ez egy elméletem. Tehát, hogy tényleg ez volt, amikor elkezdtem az első dalokat írni, hogy fú, ez egy nagyon jó zene, de ebből ez hiányzik, ebből meg ez hiányzik, és én hogy csinálnám meg ennek a kombinációját, és így kezdtem el dalokat írni. Mert hát mindenki abból táplálkozik, amit előtte hallott, csak én ezeket így megpróbáltam vegyíteni. Végül is mindenki ezt csinálja, csak én máshogy gondolkodom, tehát nem leülök és számot írok, hanem aminek lesz egy végeredménye egy dal, hanem én hallom a dalt, és utána megírom. Értem. Nézzük meg a második tárgyadat. Második. Amelyiket választod? Melyik? Mondjuk egy... Ezt most idén kaptam, ez a... Mi ez? A Petőfi év előadója díj. És ezekről... Köszönjük szépen, és köszönöm. Erről is egy kicsit fordítva beszélnék, mert most visszatérve az előző témához, nem kifejezetten hiszek a díjakban. Nagyon jó az egónak, simogatja, de amit mi szakmának gondolunk Magyarországon, ez nem nagyon létezik. Tehát, hogy zenei szakma nem nagyon létezik, és én leginkább a közönségbe hiszek. Én megint itt fordítva vagyok becsatolva, és ezen is nagyon meglepődtem, de az volt a kedvencem, amikor a Magyar Hangszeresek Szövetsége 2018-ban azt hiszem az évzenészének választott meg, és ott konkrétan a zenésztársaimmal hangosan nevettünk, mert
Én teljesen autodidakta módon zenélek. Tehát hogy lehetnék az év zenésze, hogyha ülünk és azt mondja mondjuk a Miki a gitárosunk, hogy ötödik bund vagy cisz, és nem is tudom hol van. Tehát hogy én úgy zenélek, hogy hallom és játszom. És hogy ezt akartam csak elmondani, hogy ezek a díjak nem igazak. Tehát hogy és nem igazán létezik szakma. Engem csak a közönség visszacsatolása érdekel. Persze mondom, jól esnek ezek, csak úgy elmondtam. Tehát akkor, ha jól értem, ez is egy ilyen kettős tárgy. Végül is mindenképp pozitív, mert tök jó, csak hozzá szeretem volna fűzni, hogy nem ez a fontos, és nem a szakmai megfelelés a fontos. És tényleg, nagyon sok olyan példát láttam a rockzenés szakmában is, ahol szakmai elismerést kap egy zenekar, és sosincs közönség. És van, az ellenkezője is van. Az a szerencsés kombináció, amikor közönség is van, és a szakma is elismeri, az nagyon ritka. Az egy fél út. Az egy fél út. Igen. És valahogy nagyon érdekes, hogy már a második tárgyad olyan, ami nem tisztán pozitív vagy negatív élmény. A világon minden ilyen. Minden két perspektívából lehet nézni legalább. Ezt akartam mondani, hogy ezeket a perspektívákat bele szoktad tenni a zenéidbe is, és ugye megint csak két stílus látok nálad. Az egyik ez a nagyon impulzív metal vonulat, a másik pedig, amiben azért továbbra is beleteszed ezt a nagyon erős, elementáris erődet, hangodat. Ezek régi melankolikus dalok. És nagyon érdekes, hogy amikor hallgattam a dalaidat, ezekben a dalokban is, talán mind a két típusban hallottam a melankóliát és az erőt. Mennyire jellemez téged ez a kettőség az életedben? Amennyire mindenki más is, csak én a hatásban hiszek, és ezért nálam ez még jobban ki van hegyezve. Tehát az ember tud 5 percen belül sírni, nevetni, dühös lenni, akár. Tehát ez, most 5 percet mondtam, egy dal 3 perc 20, és miért ne történhetne meg egyszer a kettő, hogy valaki egyszerre boldog. Tehát, hogy a legboldogabb koromban hallgattam a legkeményebb zenéket, és a legboldogabb koromban hallgattam a legvidámabb zenéket, és amikor nagyon rosszul vagyok, akkor hallgatom a legszomorúbbakat. Tehát, hogy fordítva, összekevertem, bocsánat. Tehát, hogyha rossz kedvem van, akkor mi... Jó, teljesen összekevertem. De az a lényeg, hogy ez is fordítva működik nálam. És miért? Mi esik jól abban, amikor például melankolikus zenét hallgatsz? Szerintem mindenkire jellemző az, hogy szeret elmerülni a saját gyomorába olyankor, és ha már fáj, akkor fájjon még jobban, hogy átmenjen rajta. Egyszer azt nyilatkoztad, hogy te egyetlen egyszer írtál dalt valakinek, igen. Viszont inkább a közönségnek írod a dalt, és hogy azt hiszik, hogy te mennyire egy ilyen szakítós, nyilatkos ember vagy, már pedig te nem olyan vagy, ezt igen. Mondtad akkor magadról. Még mindig tartod ezt az állítást? Hogy nem önmagad gondolatait írod meg, úgy önmagad gondolatait, hogy nem a saját melankóliádat tetted bele? Nem. Vagy most már ez máshogy látod? A legtöbb dal az, sőt, szinte egyik se rólam szól. Tehát inkább az, hogy beszélgetek emberekkel, figyelem a világot, megpróbálok empataként felszívni információkat, és ezeket próbálom átadni. Tehát nem rólam szólnak. Tehát, sőt, a legtöbb dal, amire azt hiszik, hogy szerelmes dal, az általában nem is az. Tehát, hogy furán vannak ezek bekötve. Mondjuk példát, amire a legtöbben azt hiszik, hogy szerelmes dal. A legtöbb dal, van egy jó pár, van azt hiszem például az Én vagyok a veszély. Mindenki azt mondta, hogy segített neki a szakításban, és vagy segített neki megerősíteni a saját kapcsolatát, de közben egyébként az inkább a dualizmusról szól. Tehát, hogy nagyon sok dal egyébként arról szól, hogy az ember a tükör előtt reflektál saját magának, és ahogy önmagadba beszélgetsz, olyankor magaddal vagy. Tehát az ember sosincs egyedül, mert amikor egyedül van, akkor magával van. És nagyon sok dal erről szól, amit sokszor tévesen szerelmes dalnak ítélnek meg, amikor azt mondom, hogy én vagyok a veszély, gyere vissza mellém, az magamnak szól. És nem az, hogy szükségem van valami toxikus kapcsolatra. Például. Amire én még nagyon kíváncsi lennék, hogy egyszer nyilatkoztad, hogy azért teszel sokszor magyaros tematikát a zenében, mert valahogy azt úgy jónak érzed oda, és hogy te amúgy szereted a hazád. Ugye mondtad, hogy azt érzed, hogy a magyar nép nagyon nagy bajban
nagyon össze tud tartani, viszont az ilyen kis apró cseprő gondokban már nem annyira. Igen. Ezt is évekkel ezelőtt nyilatkoztad, még mindig ezt tartod? Igen, leginkább ezt gondolom, hogy a magyar nép egy nagyon színes nép, aki így van, a kicsi bajban szétszedi egymást, de a legnagyobban nagyon összetart. Továbbra is ezt gondolom, igen. Gondolom, akkor ezért is szeretsz magyar nyelven énekelni. Ez az anyanyelvem, és ezen tudom kifejezni magam. Próbáltam angolul is, sőt, még ki is adták digitálisan Amerikába és Európába is az előző zenekarom lemezét. Elindult volna az a vonal, csak rengeteg melót kellett volna belerakni, több évet, ami pedig arról szólt volna, hogy az itthoni közönség el lett volna hanyagolva, úgyhogy úgy döntöttem, hogy most már úgyis itthon maradok, úgyhogy maradok ennél a vonalnál. És ez már biztos, hogy itthon maradsz? Persze. Igen. Hát valamikor 25-6 éves koromban éltem fél évet New Yorkba, egy pár hónapot Londonba, és előtte nagy álmom volt, hogy kint éljek, és viszont örülök, hogy kimentem, mert pontosan emiatt született meg bennem az a szeretet. Ennek soha nem volt semmilyen politikai vonzata, hanem kint kellett lennem ahhoz, hogy rájöjjek, hogy itthon ide tartozom, és itthon jó lenni. Mennyire vagy családcentrikus? Ezt pont azért kérdezem, mert ezt olvastam, hogy éltél New Yorkban és Londonban is, és láttam rólatok egy videót, amiben nagyon az látszódott, hogy harmonikus a család. És valahogy azt is látom rajtad, hogy olyan alapjáraton tevén családcentrikus, nagyon rossz fogalom ez a jó fiú, de hogy úgy teljes vagy a családodban. Hát ez a szüleimnek köszönhető, nem nekem. Tehát az elejétől fogva nagyon jó nevelés, és ne, azt nem mondanám, hogy jó nevelés kaptunk, de az elejétől fogva nagyon támogattak minket, és mai napig nagyon összetartó a családunk. Uh-huh. De teljes mértékben az vagyok. És ha lehet egy nagyon pimasz kérdésem így. Azt érzed rajtad, hogy van benned, amit már mondtam is, egy ilyen kettősség. Fel is írtam párat, hogy ugye zenében nagyon szereted a popot, ugye a régi szinti popot, Modern Talking azt hiszem. Igen, azon nőttem fel. És ugye az Amigod is körülbelül ezt a vonalat képviseli. De ugyanakkor metal. Felírtam, hogy valahogy melankólia hallatszik a hangodban, mégis nagyon erős, nagyon megtolod. Az életedet felépíted, majd utána lerombolod. A szövegeid is, ugye szakítás, fájdalom, viszont talán pozitívabb és sokkal stabilabb élet, mint ami a szövegekből jön. Ez a kettősség, ez mindig ennyire erős volt benned, vagy én látom rosszul, hogy ennyire meghatározható az, hogy mintha két ember lennél? Igen, ezért mondtam, hogy a dualizmusról szól nagyon sok, de nálam ez a két vége, szerintem ez mindenkire jellemző, csak nálam még jobban kimegy a két szélére, és mint egy ingaóra úgy mozgok, csak én nagyobbakat lengek jobbra-balra, de úgyis beállok mindig középre, úgyhogy nincs ezzel gond. Hát akkor, ha már középen vagyunk, akkor nézzük meg a harmadik tárgyadat. Ó, igen. Az első komolyabb hangszerem. Uh-huh. Erre igazából azért vagyok nagyon büszke, mert ez egy olyan történet tartozik. Pont valamelyik nap egy barátom írt rám, elküldte az anyagát, az új dalait, és megkérdezte a véleményet, és mondtam, hogy fú, ez rohadt jó, és tanácsot adtam neki, és volt benne egy olyan mondat, hogy csak úgy vízből utalt rá, hogy de neked könnyű, mert bármit csinálunk, az már sok ember ez elér, és mert ezt úgy fogom összekötni ezzel a tárgyal, hogy ezt talán nem sok helyen mondtam el, de 14 éves koromban álltam először színpadon, 5 éves koromban kezdtem zongorázni, 7 éves koromban írtam az első zongoradarabomat, és 27 éves koromban volt először az, hogy saját közönségünk jelent meg. Tehát, hogy több száz koncert van mögöttem, ami ahol nem voltak emberek, ahol könyörögnöm kellett a barátaimnak, hogy jöjjenek el, 5-6 ember volt, és soha nem veszítettem a lelkesedésen. És tényleg, ezt talán meséltem már valahol, hogy azt a végét, hogy Nógrád megyébe egy városnapra elmentünk egy barburgra barátainkkal, 0,0 embernek játszottunk, és hazafelé még durdefektet kaptunk, és az egész éves bevételéket elköltöttük egy gumicserére a barburgon. Tehát, hogy én ezekből jövök, ezeket mind megéltem. És ehhez kapcsolódik ez a gitár, mert valamikor
25 éves korom környékén volt az, hogy nagyon sokáig segítettek a szüleim, és támogattak, és befejeztem a főiskolát, kim voltam New Yorkba, és nem volt pénzem, és szóltam anyunak, hogy köszönöm, hogy eddig segítettek, és hogy ki volt rakva New Jersey-be a Guitar Centerbe ez a gitár, ami nagy álmom volt, és véletlenül pont le volt árazva. És ez volt az a pont, hogy annyira bíztam abba, hogy össze fog jönni a zenélés, azt hiszem ez valahol itt jelent meg a Csak és a viharom tavaszon című dal, hogy azt mondtam anyukámnak, hogy köszönöm, hogy segítettelek, innentől egy darabig azt kérném, hogy én most be fogok vásárolni, stúdiót fogok építeni, hangszereket fogok venni, és szóljál két év múlva, addig én megcsinálom a sikeremet, és mindent visszaadok, és meg tudtam csinálni, és ez egy borzasztó jó érzés volt. Tehát akkor ez már egyértelműen egy nagyon pozitív emlék. Itt álltam talpra, igen. Hogy annyira hittem abba, hogy akkor még nem volt semmi, nem volt közönségünk, koncertünk se volt, sőt zenekar se létezett, hogy annyira hittem benne, hogy nem volt kérdés a fejem, hogy megcsinálom-e. Hány évig kellett ennyire nagyon hinni, mire jött a siker? Hát ez 2 volt, de azért ez tényleg megelőzte előtte 21 évnyi, 19 évnyi zenélés. Tehát inkább azt összeadnám. Tehát 21 év körülbelül. Igen, a Nógrádi esetet, meg a Warburgosat felírtam magamnak. Én nagyon jó, hogy behoztad, mert pont rá akartam kérdezni, hogy azért vagyok meg őszintén, a legtöbben feladnák. Mi vitt tovább? Engem egyáltalán nem zavart, hogy 5 ember volt ott. Egyáltalán nem érdekelt, hogy minden időmet, energiámat beleteszem ebbe, mert azt hiszem a tudatalattin tudta, hogy ez valahol meg fog térülni. És talán ez. És közben is alkottam, közben is dalokat írtam, és nem is baj, hogy nem jött be addig, mert az első 8-10 dalom nem volt jó. Nem is lett volna jó, ha bejött volna, mert az jobb, hogy nem került ki. Csak bíztam magamban. Nem akarok ilyen spiritás dolgokat behozni, viszont a sorsba való hitedre azért rákérdeznék, mert azt olvastam, hogy pont amikor kimentél azt hiszem New Yorkban, akkor ütött be a Csak te. Igen. Amikor nagyon gondolkodtál, lehet, hogy itt kellene hagyni mindent, és talán a zenélést is. Olyan, mintha az utolsó pillanatban visszarántottak volna, hogy már pedig ez a te feladatod, nem akarom a szádba adni a mondatokat, inkább rákérdezek, hogy mennyire tartod az életednek ezen szakaszát, vagy történéseit sorsszerűnek? Én minden sorsszerűnek tartok, csak soha nem fogom megtudni erre a választ, mert lehet azt mondani mindig erről a pontról, hogy azért alakult úgy, mert a sors akarta, de úgy is lehet nézni, hogy az események következtében erre a pontra jutottál, és azt is sorsnak lehet mondani, de én hiszek valami felsőbb dologba, ami tényleg elviszi az embert a falig, és utána visszarántja, hogy elmenjen a végéig, és megtalálja a jó utat utána. Tehát hiszek a sorsban. És ez a hited mióta van? Amióta élek. Amióta élsz? Igen. És ezt honnan hozod? Fogalmam sincs. Családból láttad, vagy a környezetedből? Nem tudom, talán anyunak az a mondat, ami jó pár százszor elhangzott ebben az elmúlt 38 évben, hogy nekem csak megszületni volt nehéz, ami persze nem igaz, de hogy tényleg nagyon nagy, nagyon szerencsés vagyok abból a szempontból, hogy mindig küldi az élet a jeleket. Vagy én veszem túlságosan észre, nem tudom. Mi volt a legnagyobb jel? Ami esetleg már te is megmosolyodtál, hogy hát ez már tényleg nem lett véletlen. Most csak egy példa jut eszembe, amikor mielőtt beütött a Csak te és a viharom tavaszon című dal, amik már tényleg több milliós nézettségnél vannak, előtte feloszlóban volt a Babylon nevű zenekarom, és mi is, mint minden zenekar, elmentünk egy tehetségkutatóra, és ült ott 5-6 darab öreg rocker bácsi, és mindegyik elmondta, hogy azonnal hagyjam abba a zenélést, és ne írjak dalokat, ne énekeljek, ez nem nekem való, keresek valami más szakmát, és ott döntöttem, hogy na, akkor most fogom igazán csinálni. Tehát azért is. Igen. Aha. Megint milyen érdekes egy kettősség. Hát mondjuk nem gondolom, hogy azért sok embert eltántorított volna egy ilyen szakvélemény, de amit még felírtam, és erre nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, Kicsiny falu, Homokóra, Hull az elsárgult levél, Szomorú vasárnap. Van egy bizonyos vonzódásod a régi dalokhoz?
Igen, másrésztről pedig a legtöbb ötletet az mindig aputól lopom, tehát nem úgy, tehát hogy valami neki be se jött, például ő csinálta meg a Szomorú Vasárnapot egy 12-14 éve. Nála például ez a dal nem jött be, de ráadásul neki is a nővérem mondta, hogy csinálja meg ezt a dalt, és én azt gondolom, hogy ezek, amikhez mi hozzányúlunk, ezek talán az elmúlt 30 év leszámítva a Szomorú Vasárnapot, ez nem 30 éves, a legjobb magyar dalok, és egyszerűen mindig nincs bennem egy sorrend, hanem egyszer csak mindig két évente megjelenik egy, hogy ez hozzá kéne nyúlni, és megcsináljuk. És mit látsz a közönségen, mert én felvételeket láttam, üvölti mindenki. Ugye egyszer mondtad is, hogy talán azért, mert ez a generáció is még hallgatta, vagy a rádióban, vagy az idősebb nagyszüleitől, szüleitől. A te előadásmódoddal szerinted meg tudtad frissíteni? Úgyhogy hát mindenféleképp frissítettél rajta, de ugye a szöveg az maradt. Viszont így lehet elérni ehhez a generációhoz? Én azt gondolom, hogy a dal az dal. Tehát, hogy ki kell szedni a sallangokat körülötte. Hát ennek talán a legjobb példája a Homokóra. Azt hiszem, az volt a 3+2 dal. Most vagy a Homokóra volt, vagy a másik, de nem a Homokóra volt, mindegy, Kicsiny falum. Tehát az mindenkinek úgy ragad be a fejébe, hogy a 3+2 zenekartól van ilyen kis bulizós, bálas hangulat, de én ezekben mindig a dalt hallom, ahogy a Homokórában is. És ilyenkor jön egy belső készítés, hogyha ehhez mi hozzányúlunk, és magunkra formáljuk, akkor az hogy tud megszólalni. Tehát én ezt úgy, mint a dalírás hallom, hogy mit lehet belőle kihozni, és maga a dal szerintem mindig fontosabb, mint a körítés, és ezért szeretek ezekhez hozzányúlni. Szerinted honnan hoztad ezt a nagyon-nagyon erős zene iránti szeretetet? Mert ugye azt is mondtad, hogy már gyerekkorodban is ezt akartad hallani, sőt, hát már a kis ágyban erre aludtál el. Ugye zenész család vagytok. Igen. De hogy tőlük, vagy hogy megint egy picit behozzam a felsőbb szférákat. Mind a kettő. Szerintem mind a kettő. Ami érdekes, hogy anyukám is énekzenébe járt, apu is zenész, de ők az első generáció, tehát az ő nagyszüleik nem foglalkoztak zenével, inkább ott anyuágáról jogászok voltak, apu szülei azok egyszerűbb kalocsai életet éltek, és nem jelent meg a zene, csak apunál jelent meg. Anyu is énekzenébe járt, de neki nem volt olyan fontos a zene, azt hiszem, bár imádja. És talán tényleg ez, hogy nem voltam kiskoromban túl kommunikatív, szerintem nem is nagyon beszéltem jó pár éves koromig úgy igazán, csak tényleg ennyit, hogy kapcsolod be, megad ide. És csak töltött fel a zene, és tényleg napi több órán keresztül toltam, és igen, van ebben valami felső dolog is, amit lehet, hogy nem is akarok megérteni, és nem is próbálok, mert amit az ember megért és tud, az jobb, ha nem tudja, mert addig ösztönös az egész. De én is azt érzem, igen, hogy valahonnan ezeket lehívom. Tehát van egy valaki flow állapotnak hívja, valaki kreativitásnak, de van az az állapot, amikor egyszerűen lekapcsolok, és tudom, hogy elködösödik a tekintetem, és jön valahonnan a zene és az információ, és ezt próbálom használni. És ezt elő tudod valahogy idézni, vagy egyszerűen csak rád jön és kész? Az elején spontán volt, most meg már a legjobb határidőm az vagyis a határidő lett az én múzsám. Tehát, hogy a végletekig el tudok tökölni, és nem csinálok semmit, ahogy ezt tettem a Covid alatt, és szokás szerint most is az történt, hogy szólt a menedzserünk, hogy le kéne adni a lemezt, mert valamilyen szerződéses dolog volt, és a három utolsó dalt az utolsó két hétben írtam meg. De volt olyan azelőtt, hogy 5-6 hónapot dolgoztam egy dalon. Tehát elő lehet hozni ezt az állapotot, de... Kell hozzá adrenalin? Igen, adrenalin, szerotonin, minden kell. Tehát, hogy az a lényeg, hogy ez a zavaros elme, ami nekem van, abban a pillanatban semmi másra ne tudjon koncentrálni. Ez az állapot. Valójában ez egy meditatív állapot, mert a zenén nem kell gondolkodni, hanem az egy meditációnak ki kell jönnie. Igen, nyilatkoztad is, hogy ami nem jön le 5-6 perc alatt, az nem lesz sálága. Ezt a gondolatot azt hiszem egyébként Elton Johntól loptam,
ő mondta ezt, hogy ha 8 perc alatt leül, és nem jön, akkor aznap rabbahagyta. A lényegnek valóban ki kell jönnie. Uh-huh. Egyszerű és tiszta. Igen, azt el lehet túlbonyolítani. Uh-huh. De a legfontosabb dolognak azonnal meg kell születnie. Ez egy jó pont, hogy megnézzük a negyedik tárgyadat. Na itt a baj, én csak háromról tudtam. Semmi gond. A negyedik tárgyra ugye azt szeretném tőled kérni, hogy megint csak a múltadból, ha körülírod, mi lenne az a tárgy, viszont ami hát akkor egy az egyben egy negatív felhangot ütne meg benned. Nem, most hülyeséget mondok, késeket. Tegnap számoltam meg, a 10 ujjamból 8-nak le van vágva a vége, nem értek a kések, ez mindig elvágom. És ennek ellenére most el akarok menni egy főzőtanfolyamra, úgyhogy nem tudom, miért vagyok a saját ellenségem. Tehát ha jól értem, a főzés közben néha belevágsz az ujjadba. Mindig. Mindig. Akkor nagyon élesek a késeid. Meg én vagyok nagyon béna. Nagyon érzéketlen kis kezeim vannak. És miért? A gitározás miatt? Nem tudom. Amiatt is igen. Tehát, hogy én ilyen 165-es úrokat használok, mert egyszerűen minden törik a kezem alatt. Tehát akkor gondolom a főzés nem olyan fontos számodra, vagy ott is a hatásra mész? Tehát ugye mondtad, hogy zenélésben nem annyira akarsz profivá válni, inkább hatni minden akarsz. Év így vagyok, én semmit sem akarok igazán megérteni. Tehát, hogy mielőtt a főiskolára mentem, gondolkodtam, hogy elmegyek a Kőbányai könnyű zenét tanulni, sőt, egyébként a Los Angeles-i MI-ra még föl is vettek. És egy olyan ponton voltam, hogy tudtam, hogy ha elkezdem jobban megérteni a zenét, akkor lesz bennem egy bizonyítási vágy annak érdekében, hogy bebizonyítsam, hogy jó zenész vagyok. És én soha nem akartam bebizonyítani, hogy jó zenész vagyok, én azt akartam bebizonyítani, hogy tudok hatni. És emiatt szándékosan soha nem akartam igazán megtanulni zenélni. És most hogy érzed? Tudsz hatni? Na most érkeztem el arra a pontra, hogy most először életem azon gondolkodom 38 évesen, hogy továbbképzem magam zenéből, és nem úgy fogom, hogy az elméletet fogom megérteni, hanem fontosabb dalokat, a feldolgozásáknál jöttem rá, hogy olyan akkordmeneteket használnak, ami nekem nem jut eszembe. Úgyhogy most van egy olyan tervem, hogy egy 20-30 kedvenc dalomat megtanulom gitáron, zongorán, basszusgitáron, hogy új eszköztáram legyen, amit majd úgy építek be, hogy szintén ne legyen tudatos, hanem természetesen jöjjön belőlem, csak legyenek olyan fordítások és akkordfogások, amik máshogy hatnak, mint eddig, mert most már szerintem megírtam életemben 80-90 dalt, és beindult az önismétlés, és ezt nem akarom. Miből vetted észre? A dallamokból? A szövegekből, vagy mind a kettőből? Igen. Vagy például abból, hogy ennél az új lemeznél is volt egy-két olyan szám, hogy a zenekarunk olyan, mi sose próbálunk, hanem mindenki meghallgatja, találkozunk koncerten, és már játsszuk is, és szokatlanul gyorsan a Miki és az Andris a gitárosunk megtanulta, és azért, mert teljesen ugyanazokban az elemekben épült, mint egy-két előző dal. Tehát, de ezzel nincsen gond, mindenkinél benne van az önismétlés. És ebből amúgy még sosem volt gond, hogy nem nagyon próbáltuk előtte? Nem, direkt ez a zenekar, ez úgy készült, hogy itt mindenki rajtam kívül vél profi zenész, és tényleg, tehát, hogy iszonyat ez a zenekar. A dobosunk az százszor jobb gitáros, mint én, tehát hogy nagyon, nagyon állatki zenekar. Tehát nem, nincs erre szükség, mert itt mindenkinek megvan a 10-20, legalább 20 éves tapasztalata a zenében. De neked is már van annyi. Igen, de ők nagyon jó hangszeres tudású zenészek, én nem. Én csak dalokat írok és hatok. De hát mennyiben fontos a professzionális tudás és a hatás? Hát a hatás az nagyon fontos. Az a tudás, ami meg a dalíráshoz kell, azt én már 14 éves koromban összeszedtem, és nekem az azóta elég volt idáig. Aztán persze, hogy most jön az a korszak, amikor a következő 10 évem abból fog állni, hogy kísérletezni fogok, és utána jön a teljes nyugodt kis korszakon valahol 50 körül, ahol meg már a legegyszerűbb standard elemeket fogom csak használni, mire minden 50 éves aktív zenész rájön. Hát, hogyha már te magad hoztad fel, úgymond a jövőt, akkor nézzük meg, hogy a jövőből milyen tárgyat hoznál ide hozzánk. Tehát egy képzeletbeli tárgy, ami egy még meg nem történt eseményhez köthető. Egy olyan eseményhez, amit szeretnél, hogy megtörténjen. Tárgy? Most jövök rá, nekem nem fontosak a tárgyak. Nincs elképzelésem. Nincs. Nincs. És eseményről?
Eseményről? Hát arról van. Tehát, hogy szeretném elérni itthon, hogy a lehető legtöbb emberhez szóljunk, és mondjuk ha megtörténne a következő pár évben, hogy élő rockzenével, mert azzal a legnehezebb, mondjuk egy arénás bulit tudunk csinálni, az egy nagyon jól eső dolog lenne. Körülbelül ez milyen távlati terv, egy arénás buli? Remélem 2-3 év. Igen? A rajtam múlik. És a Lander Killzel, az Amigoddal, a kettővel együtt? Akár. Akár? Bármivel. Igen, mert mi azért olyan zenét játszunk, ami teljes mértékben rétegzene. Tehát, hogy nagyon sok emberre találkozom, aki mindig azt mondja, hogy fú, meghallgattam, mint csináltok, iszonyat jó, bár én nem tudok ilyen kemény zenét hallgatni, és hát a metal zene az emberiség 6-7-8%-át éri el maximum. Tehát, hogy ez, és ahhoz képest, hogy most is úgy jövök, hogy elvileg tart még a Covid és világválságban, és a negyedik teltházas bulit csináltuk ebben a hónapban, ez egy tök jó. Csak nekem az a fontos, hogy még minél több emberhez jussunk el, azért, mert az azt jelenti, hogy nagyon sok embernek adunk válaszokat és megnyugvást a zenénkkel. És nekem ez a legfontosabb. És ezt gondolom akkor visszajelzésben meg is kapjátok. Igen. Igen. Akkor szoktál beszélgetni például a koncerten lévő emberekkel, vagy írnak rá? Mindig, igen. És belőlük tudsz táplálkozni? Mert ugye említetted, hogy sokszor, ahogy beszélgetsz, vagy hallgatod az embereket, onnan jön szövegötlet. Akkor például vannak olyan szövegek, amik rajongói beszélgetésekből alakultak, vagy születtek, vagy álltak össze? Ezek ritkán érdekesek. Nagy ritkán szoktam megerősítő leveleket kapni. Tényleg már volt, hogy agyat műtöttek a zenénkre, vagy visszahozta az életből, vagy az öngyilkosságtól mentette meg, és ezek nagyon sokat tudnak segíteni. Agyat műtöttek? Aha, igen. Ezt egy sebész írtam, vagy? Ő is, és akinek műtötték az agyát, az írt nekem, akinek műtötték az agyát, de a sebész is szerette a zenénket, és megbeszélték, hogy a mi zenénkre műtik az agyát. Tehát konkrétan ez egy kölcsönös, igen, win-win helyzet volt náluk. Igen. Megműtöm az agyat, és közben igen. Leandert hallgatunk. Igen. És ezek ilyen tényleg nagyon szép történetek. Ezért csinálod? Csak ezért. Az emberekért. Igen. Egy kicsit még, ha visszatérhetünk a jövőre, jövőbe, akkor említetted, hogy tervezed az új rombolást és felépítést. Milyen az a Leander? Hogyan képzeled el, aki már úgymond felépítette az új életét önmagát? Meg akarom szüntetni a káoszt a fejembe, és le akarok egyszerűsödni. Tehát, hogy az elmúlt 2 évben abból állt, hogy leginkább nem csináltam semmit, csak gondolkodtam, és rájöttem, hogy gyakorlatilag mindig ugyanarra a pontra jutottam vissza, ahonnan elindultam, és be akarom fejezni a gondolkodást. Nem akarok gondolkodni, csak csinálni akarom egyszerűen, és boldog egyszerű életet élni. Mert ezért jöttünk. Ez akkor az egész életedre, tehát a zenédre, az életedre, igen, mindenre vonatkozik? Elmentem már minden szempontból faltól falig, és most az ingának be kell állni középre. Ez kényszerhatása? Tehát valami történt az életedben, ami miatt megvilágosodtál, vagy egyszerűen csak egy tudatos átgondolás? Mindkettő. Meg kiégés. Tehát, hogy ezt a rákándrót, ezt nem szabad túl sokáig tolni. Se az agyalás, se a végletes érzelmeket, se a végletes életmódot be kell állni. Viszont azt mondtad, hogy továbbra is a rocknál maradnál. Igen. De akkor, pop-rock igazából. Pop-rock, igen. De akkor miről szólnak az új Leander szövegek effektíve a jövőben? Hogyha beállt az inga? Egyszerű emberi érzelmekről. Sokkal egyszerűbbekről. Most még az új lemez is tele van zavaros gondolatokkal, amik már egyre tisztábbak, de még mindig nem elég tiszták. És sokkal inkább a gondolkodásról át akarok térni az érzelmekre. Már úgy tűnnek a szövegeim, hogy érzelmekről szólnak, de inkább a túlagyalásról. És arról, hogy tényleg megpróbálok mindig mindent két pontról nézni legalább. És ezt meg akarom szüntetni, és csak egyszerű érzelmekről akarok írni. Mennyire tekinthetnénk azt a Leandert, és a talán kicsit távolabbi jövőt alkotás szempontjából egy, ha nem is azt mondom, hogy teljes életútnak, de egy fejlődés történetnek. Én azt gondolom, és van egy ilyen érzésem, hogy
ami ideig tartott, ez még csak a bemelegítő szakasz volt, és most jön a java, valamit érzek, de majd kiderül, hogy igazam volt-e. Azzal kapcsolatban érzed, hogyha újra alapozod önmagad, akkor kezdődik el igazán az, amire most még talán csak felkészültél? Igen. Tehát azt érzem, hogy még mindig nem tudtam eléggé kifejezni az érzelmeimet és a gondolataimat igazán annyira tisztán, amennyire szeretném. Egyszer-kétszer sikerült. De most azt szeretném, hogy ez a szint még feljebb kerüljön. Tehát még nagyobb hatást érjen el. Mert a hatás az, hogy át tudtam adni az üzenetet. Tehát, ha jól értem, akkor úgy szeretnél szintet lépni, ami a saját belsődből is őszintén tud jönni. Így van. És nem tudom, hogy ez körülbelül, hogyha most százalékban kérdezhetem, ez már mennyire született meg benned. Tehát például, hogy a mondani valók, hogy miről szeretnél énekelni, írni szöveget. Én azt hiszem, hogy az elmúlt két év, és ez a Covid bezártság, ez Jézusom, hagyjuk, ez arra volt, hogy megcsinálja teljes káoszt, és elmenjek a falig. És ez a korszak, ez most fog még csak indulni, úgyhogy egyelőre talán 50%-ot mondanék. Akkor nem hiába még nem romboltál, csak készülsz rá. Igen. Igen. Nem, a rombolás már megtörtént. Tehát, hogy engem ez az elmúlt két év nagyon megcsavart, mert azt gondoltam, hogy alapvetően az ember jó, és rá kellett jönnöm, hogy nem. És ez egy nagyon-nagyon rossz felismerés volt, és emiatt én is próbálok perspektívát váltani, és sokkal kevésbé foglalkozni a körülményekkel, amik a világban történnek. Ha jól értem, akkor kicsit elvesztetted az emberekbe vetett hitedet. Inkább... Nem. Nem, sok olyan emberrel foglalkoztam, és sok olyan dologgal foglalkoztam, amivel teljesen fölösleges volt foglalkozni. És ezt akarom megtanulni, hogy mi az, amivel érdemes foglalkozni. Viszont a fejlődés útban talán ez is szükséges lehetett neked, hogy eljuss. Ez biztos, hogy így van. És így is érzed önmagadban, így értékeled? Vagy egy kudarcként az ezelőtti gondolataidat például az emberekről, hogy alapvetően jók? Nem, ez teljes mértékben a hasznomra vált, mert tényleg megtanulom így, hogy mi az, amivel megtalálom azokat a patterneket, amik miatt rájövök arra, hogy mik azok a dolgok, és kik azok, akikkel nem érdemes foglalkozni. És amivel nem érdemes foglalkozni. Hát egyrészt kívánom, hogy megtaláld. Köszönöm. És így előjáróban én lehet azt mondanám, hogy én kíváncsi lennék akkor majd arra a Leanderre is, aki felépítette úgy önmagát, ahogy ezt szeretné. Köszönöm szépen. Én köszönöm ezt az őszinte interjút. Köszönöm a lehetőséget. Örülök. Én is.